Én arról szeretnék mesélni, mert azt gondoltam, hogy a Creative Mornings hívószóra főleg kreatívok jönnek, akármit is jelent ez, designer, építész, tervezők, programozók, üzletemberek, nagyon sokan kreatívok, de hogy szerintem azt szeretném elmesélni, hogy ezt a fajta hozzáállást, amit mi kreatívok, kreatívnak gondolunk, ezt hogy használtam mondjuk 3-4 disziplínán keresztül. Kb. Ezt a történetet, amit most a bevezetőben hallottatok, jó? És én is nagyon szomorú vagyok, hogy állnatok kell, de cserébe én is fogok végigállni, hogy ne nézzetek magatokat egyedül. Most ezt nem kötöm be, nem fogok elesni. Nos, az első a legfontosabb dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy persze ez összes projekt mellett mögött, amit megemlítek, ott van a nevem, de hogy ez mindig csapatmunka. Én már az a szerencsém, hogy olyan egyetemen diplomáztam, ahol nagyon promoteltek a csapatmunkát, és már a diplomámat is egy kis közösségbe tudtam csinálni. És ezért minden, amit mutatok, az úgy készült, hogy kb. Olyan emberekkel tudtam együtt dolgozni, akik velem hasonló tapasztaltsági szinten voltak, barátaim, kollégáim, vagy egészen más disziplinákból emberek, akivel közös érdeklődésünk volt, akár más országban, és így együtt hoztunk létre mindent, amit majd mutatok. Tehát itt semmi sem szóló projekt. Egy pár nevet megemlítek, ahogy haladunk. Először is én építész voltam egy ideig. Egy építész diplomám van, amit Stockholmban kaptam, de az történt, hogy amikor éppen diplomázgattam, akkor már eléggé berobbant a számítógép. Tehát minden építész számítógépen tervezett, de nem csak ez, hanem az, ami az építészetnek talán a legszebb és legértékesebb feladata, hogy tereket alkosson az emberi cselekedeteknek, hogy mondjuk egy ilyen teret hozzon létre azért, hogy itt beszélgetni tudjunk, vagy filmet nézni, vagy egy otthont, ahol lehessen nyugodtan bulizni, vagy pihenni. Hogy ennek egy egyre nagyobb része kezdett átmenni az internetre, már akkor csettel, nem tudom. És engem ez rendkívül elkezdett érdekelni, hogy hú, ez nagyon izgalmas, és egy kicsit szomorú is voltam, hogy az internet tereit viszont elsősorban, hát vagy a mérnökök, vagy az akkoriban elsőként elkapott szakma, az a grafikusi szakma, aki inkább nyomtatott sajtót, tervezését tanulta, ők kezdték meghatározni, és én nagyon lelkesen beleugrottam abba a szénába, hogy én is szeretnék idejönni, mint kis építész, és hogy csináljunk valamilyen fajta tereket a számítógép környékén, amik olyan nyitottak, interaktívak, de olyan érdekesek. És hát ebből lett talán pár projekt, amiről itt szó volt. Ja, bocsánat, ennek az első elég buta amúgy, de nagyon szórakoztató megnyilvánulása az volt, hogy elkezdtünk pixeleket építeni. Így nagyokat, meg kicsiket, de hogy így a fizikai térben, hogy hát, hogy kirángassuk azt a tudást, amit a képernyő tud, hogy így változik valahogy a valós térbe. És most teszem ebből csak kettőt gyorsan megmutatok. Ez még ilyen nulla költségvetéses projekt, elnézést kicsit a minőségért, de hogy mindegy is. Szóval csináltunk egy olyan valamit, amiben 300 kis műanyag pixel volt itt térbe lerakva, és nagyon egyszerű eszközökkel elértük, igazából csak vetítettünk rá, csak nagyon ügyesen voltak kioszva térben ezek a kis plexi kockák, hogy ilyen térbeli vetítéseket lehetett rajta csinálni. Ekkor még eléggé ilyen építésszerű közegben dolgoztam, és ez egyik első projekt volt, az ott elég sok fele jutott, és így iszonyan élveztem, hogy milyen vicces ez, hogy mindez a hatalom, amit a számítógépen kapok és tudok, az így hirtelen kilépett a fizikai térbe, jaj, de jó. Persze ma már nagyon népszerű a homlokzatvetítés, az nagyon hasonló dolog, és tényleg nagyon látványos, meg nagyon érdekes, ha az ember csinálja. Ja, hát el tudjátok képzelni. Mindegy, és csináltam egy pár ilyet, ezek barátaimmal, néha az összes barátom nálunk dolgozott a lakásban egész nyáron át, hogy így ragaszgassa a pixeleket. De aztán talán az egész sorozatnak a legsikeresebb része ez lett, amit egy angliai kastély meghívására tudtunk csinálni, egy svéd barátommal, Bengt Jolinnal, és kb. Az volt az ötlet, hogy ha az ember fog egy tükröt és így körbe mozgatja, akkor különböző színeket tud tükrözni a szemetekbe. Ez így elég egyszerű. Úgyhogy nagyon sok ilyen tükröt összerakunk, rengeteget, akkor abban tudunk ábrázolni képeket. Amúgy belül a projektor is így működik. És hát kitaláltuk, hogy ezt akkor megépítjük, és azért, hogy ne legyen a dolog túl bonyolult, vásároltunk ilyen motoros autótükröket. Ezek spanyol Citroën ZX remake-ek, aminek a darabja 1200 forint volt így nagy tömegbe.
És hát megépítettük, meg mindent csináltunk az elektronikát, hogy vezéreljük. Ez elég sikeres lett, ez aztán még visszament a Velencei Biennáléra és egy másik kiállításra. Na jó, azt az egy videót azért kicsit megmutatom. Mert így egy picit száraz. De hát azt hiszem kb. Jól tudjátok képzelni, hogy milyen lehet ez. Igen, itt láthatjuk mindjárt az első tartalmat, amit erre fejlesztettünk. És ez kérem szépen a halálcsillag képe. Na jó. Szóval ez nagyon szórakoztató volt, ez a pixeles sztori, de egy kicsit aztán így kifutotta magát. Másik dolog, ami ezzel párhuzamosan indult, és amúgy egy elég vicces történet volt, ez a velencei kiállítás, amikor gyerekjátékokat szedtünk szét. Mindjárt mutatok egy pár képet róla. De itt talán az volt az érdekes, hogy az egész onnan indult, hogy mikor elkezdtem ilyen mindenféle installációkat építeni, de mint még építész, tanár, tanítottam Stockholmban, meg egy pár helyen Európában, és kellett nekünk egy eszköz, hogy megtanítsuk a diákokat interaktív izéket építeni. És hogy az ember, amikor ezt így nagyon, tehát amikor nagyon komolyan veszed, akkor persze sok éves gyakorlatod van, építesz ilyen forrasztasz, építesz mindenféle hardware, de ez nagyon nehéz, meg nagyon ijesztő mondjuk egy első éves designer hallgatónak. Úgyhogy kitaláltuk, hogy helyett azt csináljuk, hogy amúgy a józsefvárosi kínai piacon, ezt csináltam évekig, kaptam Nyugat-Európából egy csomó pénzt, elmentem a józsefvárosi kínai piacra, és vettem pár száz elektronikus gyerekjátékot, amik valamilyen módon interaktívak voltak. Megkopogtattad, nyávogott, csipogott, villogott, stb. És megtanítottuk a diákokat arra, hogy ezeket szedjék szét, mert ezen a macska rész az csak egy nagyon buta narratíva, és kap egy nagyon egyszerű rendszert, ami nyomásra villog, vagy mit tudom én, érintésre mozog. És ezeket megtanítottuk őket összekapcsolni, és utána új narratívákat raktak rá, ilyen kis társas játékokat, vicces interaktív tereket, stb. És ezek ilyen egy-két napos workshopok voltak, ahol a első éves designer hallgatók tudtak nagyon vicces interaktív rendszereket építeni, és ez egy iszonyú sikerélmény, és utána boldogan elkezdtek megtanulni forrasztani is. De vicces módon kicsit ebből nőtte ki magát az, hogy rájöttünk, hogy hát ezt, hogy ez nem csak az az előny, hogy szórakoztató, de hogy hozzáférhető. Hogy kicsit ilyen háztáji elektronikának tűnik, hogy nem kell egy nagyon drága, rengeteg mérnök és rengeteg tőke bevonásával építeni interaktív építészetet mondjuk. Úgyhogy részben ez lett ennek a 2006-os Velencei Biennálénak a sztoria. Vettünk kb. 10 000 gyerekjátékot. Összeszedtünk egy 20 fős csapatot, ez egy ilyen nyitott pályázat volt, bárki csatlakozhatott, de kicsit furcsa volt a kiírás, úgyhogy olyan sokan nem akartak csatlakozni, de aki igen, az nagyon, nagyon élvezte aztán, és nagyon jó csapat lett. És így együtt szépen kitaláltunk mondjuk 6-7 installációt, így elég nagyot, ami ezekből a gyerekjátékokból lett összeépítve. Szóval például 1000 kis autó, a falon lóg, és mint a hulló levelek néha-néha megmoczannak. Tök poetikus élmény volt nagyon furcsa módon, ilyen gagyi műanyagból persze. Ezek ilyen walkie-talkie rádiók, amikor alatta sétáltál, ilyen rádiózajmezők követtek téged, az is szórakoztató volt, ez egy lugas épült belőlük. Utána ő volt a celeb, a macska tégla, az olyan tégla volt, amin, hogyha kopogtál, akkor nyávogott így egyesével. De hogy abban a közegben, főleg az építészeti biennálé közegében ez ilyen iszonyú frissnek hatott akkor, és tényleg ilyen szerte világon nagyon rengeteg publicitást kapott a projekt. Aztán hülyen ahhoz, hogy nyitott kultúrában élünk, ezt az egészet szétszedtük. Meg engedélyt kértem a alkotótársaimtól, és egy másik barátommal, Usman Hakkal, aki egy brit építész, művész, startupos rác, nagyon sokat dolgoztunk együtt, hasonló az életpályánk. Csináltunk bele egy másik installációt, először Tokióban, aztán Belgiumban, ahol már a látogatók tudták ilyen mindenféle touchscreenen így átkötni az egyik játékot a másikhoz, rádugni az MP3 lejátszódat, és ez az egész kis lakás így veled együtt így villogott és énekelt a saját zenédre. Én nagyon személyessé tudtad tenni. És kb. Az volt az egésznek az üzenete, hogy ezek a jövő otthonok,
amiket így látunk a sajtóban, azok általában egyrészt elég buták, másrészt nagyon zártak. Általában a Microsoft akarja eladni a Xboxot, és akkor ilyen Future Home-ba így belakja az Xboxot. Ezzel szemben az otthonnak szerintünk az volt az egyik értéke, hogy mi magunknak csináljuk és alakítjuk át. Persze segítenek a profik, de hogy az egészben muszáj, hogy nagyon nyitott legyen. És kb. Erről szólt ez az egész, hogy egy kulturálisan rendkívül nyitott dolgot amúgy eléggé magunknak is össze tudunk rakni, akkor is, ha nem vagyunk egy multinacionális cég, vagy pedig mérnökök. Ez elég szórakoztató volt. És kb. Ez volt azt hiszem a művészes karrier csúcsa, hogy 2009-ben megkaptuk a Time magazintól, meg a World Technology Networktől a év technológiai művésze díjat. Még egy utolsó ez a kockához, ami igazából mindvégig nagyon-nagyon izgatott, és ezt meg kell mutatnom, mert szerintem ez nagyon, nagyon szórakoztató dolog, és még ma is nagyon aktuális, hogy amikor az ember, mint építész, vagy mint bármilyen alkotó, így a fizikai térben akar médiát, vagy könnyen átalakítható dolgokat csinálni, mint a pixelek, mindazt, amit a számítógépen az interneten látunk, akkor ugye ilyeneket csinálunk, hogy valami világít, valami mozog, valami pixelszerű, tehát hogy egy változást lehessen benne előidézni számítógéppel. De vicces módon az egyik olyan dolog, ami a legkönnyebben változik, és pont erre használjuk, azok a rádióhullámok. Itt ebben a szobában is nagyon sok van. Például én ezzel így világítok rádióhullámokkal valamerre, oda, nem túl messzire. És hogy ez egy nagyon-nagyon puha anyag, ez egy olyan anyag, amit nagyon könnyű változtatni, és hát olyan, mint a fény, de mint tervezők sose dolgozunk vele, mert nem látható. Viszont ugyanakkor szerintem elég sokan éljük manapság azt, hogyha laptopot használunk, vagy mobilt, hogyha rossz, nincs wifi, utazol, meg akarod nézni az e-mailedet, és csak a hostelnek a WC-jében van wifi, amikor felemeled a laptopot, nekem ilyen is volt, és hát akkor ott kell internetezni. Tehát, hogy az embernek egy picit olyan élmény lesz ez a rádiótér jelenléte, mint az időjárás, hogy nincs nagyon rá hatással, de vagy jó kedve tőle, vagy rossz, kis túlzással. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy de jó lenne ebből építkezni, de az, hogy építkezzünk belőle, az, hogy meg kellene nézni, hogy ez hogy a izébe is néz ki. Persze, ott vannak a függvények, bármilyen fizikakönyvben ilyen hosszú függvény, de hát az senkinek sem jelent többet, mint hogy számolod ki egy pontban. De hogy milyen élmény lenne ezt látni. Úgyhogy építettünk a Bank Sholin és Usman Hak barátaimmal, a tükrösrác, meg a gyerekjátékosrác, egy Wi-Fi kamera nevű fényképezőgépet, ami a Wi-Fi-t le tudja fotózni. Így néz ki. Kb. 1000 forintból kerül megcsinálni. Amúgy a fizikája nagyon egyszerű. A Wi-Fi az egy 2,4 GHz-es rádióhullám, igazából ekkora hullám hossza, mint egy dupló emberke. És ez az antenna, ezt úgy hívják, hogy irányított antenna, ez két ilyen konzervdoboz, és a másodiknak készítettük a hátulját, tehát ez gyakorlatilag egy hosszú cső, aminek a vége le van zárva. És ez kb. Azt eredményezi, hogyha valamerre nézel vele, akkor ő csak onnan látja a rádiójelet, oldalról nem. Pont olyan, mintha egy szívószálba belenéznél, hogyha a fényet használod, mint metaforát. És akkor építettünk egy kis gépet, ami ezt így körbevitte, és leírta egy számítógépbe, hogy hol mit lehet. Kb. Mintha úgy csinálnál egy fényképezőgépet, hogy egy szívószálon keresztül körbenézel, és mindig leírod, hogy milyen szint látsz, és abból igazából tök szépen lehet rajzolni mondjuk egy képet, leképezni. És meglepő módon iszonyú jól néz ki a Wi-Fi. Ez volt itt a lakásunk 2006-7 körül. És ezek itt a különböző hálózatok, amik bejönnek, ez a Dadam nevű, ez mögülünk jön, és főleg ezen a fűtőtesten tükröződik vissza. A Meshco nevű hálózat. Ez már nem tudom melyik. Itt van a sorokba. Home. A Home nevű hálózat. Amit kb. Úgy keresztelek, ezek nem színesek, csak hogy különböző, azért színeztük be, hogy lássuk. De a formájuk az újra meg újra szkennelek, a formájuk az visszatér. Tehát, hogy ezek nem véletlenszerű formák, hanem ezeket a formákat az határozza meg, hogy hogy néz ki a tér, az építészet, meg hol van a Wi-Fi router. Kb. Olyan, mintha fény lenne, és visszajön a falról, átjön az ablakon, stb. Na hát ez nekünk nagyon tetszett, de az történt, hogy nagyon sok embernek nagyon tetszett, úgyhogy csináltunk egy csomó verziót, meg ilyen valós idejű wifi robotkamerákat, stb. Az évek során. Ez nagyon szórakoztató volt. Na hát ez volt az első mondjuk 2002-től 2006-ig, és ezt nagyon élveztem, és talán a végén már inkább mérőművésznek hívtak, mint építésznek, mert végül is mindig installációkat csináltunk, amiket galériákban raktak ki, és sose lett belőle ház. De akkor az történt,
hogy igazából a sztorinak talán az volt az eleje, hogy valami ilyesmit bütyköltünk az én lakásomban BMS diákokkal, mit tudom én, mobilra szerelhető sétálóradar, mindegy ilyen vicces kis dolgokat, és az egyetemen, az egyik tanszéken az egyik vezető ember ezt így látta, és mondtam, hogy hát ezt tegnap csináltuk egy fél nap alatt, és teljesen megdöment, hogy manapság olyan egyszerű a technológia, vagy olyan ügyesek a fiatalok, hogy így egy-két nap alatt teljesen újszerű dolgokat hoznak létre. Ő mondja György Péter. És akkor ebből elindult egy beszélgetés folyamat, hogy aki akkoriban a Magyar Telekom tanácsadója volt, hogy legyen valami Magyar Telekomos, fiatalos program, nem tudom, ösztöndíj, stb. És elég hamar oda kerültem ebbe a beszélgetésbe, és így rögtön elkezdtem lobbizni azért, hogy hát a fiatal kreatív embereknek nem ösztöndíj kell, hanem egy hely, ahol találkoznak és egymást tudják inspirálni. Ugye én ezt tanultam itt az évek során, hogy ezt mind azért tudtuk csinálni, mert nagyon érdekes emberekkel tudtam együtt dolgozni, akik engem inspiráltak, én inspiráltam őket, és ez egy nagyon fontos része volt ennek a munkának. Úgyhogy felejtsük most el egy kicsit az ösztöndíjat, pénz is kell hozzá persze, de hogy csináljunk egy helyet, ahol ezek az emberek együtt dolgoznak és egymással lehetnek. És aztán így összejöttünk egy páran, például Bilcsek Eszter is, aki itt van valahol. Hello! Azt hiszem, most más Kibu alapítót nem láttam. De hogy kitaláltuk, hogy hát akkor legyen egy ilyen hely, egy ilyen program. Kb. Az volt a sztori, hogy nagyon egyszerű szabály. Bárki jelentkezhet, mi megnézzük, hogy elég nyitott-e. A interjú kérdések mindig olyanok voltak, hogy és mit szeretnél tanulni a másik embertől? És miről tudnál tanítani a többieknek? Tehát folyamatosan azt kérdeztük, hogy csak egy saját mániája van, vagy pedig nyitott-e arra, hogy mások őt inspirálják. Meg hoztunk egy szabályt, hogy egy projekt csak akkor kap pénztámogatást, ha legalább ketten akarják csinálni. Tehát bárki bármit mondhat, csináljunk egy mozit, de ha egyedül marad vele, akkor azt mondjuk, hogy hát bocs, mi azt hiszük, hogy ha többen hisznek benne, akkor sokkal jobb ötlet lesz. Meg egy csomó módszertan volt, hogy egymás ötleteit kicseréljük, de tényleg jó hely lett, nagyon hamar elég jó publicitást kapott a saját szénájában, ebben a Media Labor szénában nemzetközileg. Aztán szép lassan így a köztudatba is szépen beúszott, azt hiszem. Ezek a legrégebbi projektek, csak én akkor voltam a legaktívabb. Mondjuk ez egy fűnyíró, ami szöveget tud nyírni a fűbe, mint egy Matrix nyomtató, hogy kibe kapcsolja azokat a vágó izéket. Ehhez nem fűzök semmi kommentet. Ez a lámpa, ez olyan, mint a Pixar lámpa, hogy így köszönt és bólogatott, ha bejöttél a Kibuba. És robotikusan fölött, egy IKEA lámpa fölött egy kicsit újítva. Ez a tapéta köhögött, hogyha cigiztél mellette. Ez részben Bújdos Attila csinálta, aki a nagyon nagy sikerű Pecsa Kucsa magyarországi embere volt. Megszámolt, hogy mennyit itt áll így a bárban és Bluetooth-on. Ezt a srácot azóta fölvették az MIT Media Lab-be amúgy. Tehát, hogy ezek komoly dolgok, csak viccesek. Hogy mondjam, nem szomorúak, komolyak, viccesek, de nagyon érdekesek, és például így lehet eljutni az MIT Media Lab-be, hogy éneket csinálsz, és akkor ott is nézzük, hogy jaj, de jó. Itt van egy gyönyörű videó, amit a srácok csináltak egy éve, éppen a legfrissebb katalógusról. Tehát a hely az pár év alatt ilyen iszonyú aktív lett, azt hiszem, és mai napig rengeteg. Például nem sokára jön a Graffiti Research Lab-es srác előadni, jövő héten kb. Kb. Jövő héten. A kibu.hu meg tudjátok nézni. Szóval nagyon jó hely. De mégis az történt basszus, hogy én ezt nagyon élveztem, és tök jó volt az sok emberről dolgozni. De hogy, és hogy már itt az elején azt gondoltam, hogy ez az egész azért volt, mert nagyon untam a számítógépet. Imádtam vele dolgozni, de nagyon untam, hogy egész nap basszus így ülök, így rebesgettem az Újhegyemet, így nem megyek ki a napra, emberekkel is csak így kommunikálok. És hát ezek mind arról szóltak, hogy kirobbantsam magam a képernyőből, vagy a másokat, vagy az egész közösségi életet. De az a bal szerencse történt, hogy ez így valakiknek érdekes volt, meghívtak előadni egyetemekre, stb. És hogy ezért sokat prezentáltam, jártam így, mert ilyen előadásokat tartani, és valahogy nekem sosem jött össze az, hogy egy ilyen diavetítésből szorakjam ezeket a projekteket. Teljesen őszintén sohasem használtam PowerPoint-ot, vagy ilyen diavetítő programot, mert hogy nekem nehéz volt az, hogy itt van ez a csomó projekt, egy őszintén egy picit nehéz azért ezt, most így, mert sokat gyakoroltam, így könnyű egy sztorit csinálni belőle, de az elején nagyon nehéz volt, hogy vannak pixelek, meg a gyerekjátékok, és most hogyan kössön azt össze, hogy kellett valami hely, ahol ezeket így lerakom, összehasonlítom, és húzok egy vonat, hogy na ez a sztori. És mivel hát azért tudtam számítógéppel bánni, ezért rögtön csináltam egy kis programot, ami ezt így visszajátszotta.
ez kb. 10 éve volt, tehát én 10 éve kb. Így prezentálok, és már ebből lett a prezi, meg sok ember munkájából, de azt hiszem a... Igen, ott van amúgy Árvai Péter és Halácsi Péter az alapítótársak, akikkel az egészből ilyen igazából egy startupot kitaláltunk meg terméket. De hát ez kb. Úgy nézett ki ennek a projektnek a növekedése, hogy 2000-től 2005-ig egyedül használtam, aztán az Usman Hak barátom kölcsönkérte és beleírta a pennelés kódot, hogy lehessen így mozogni oldalra, akkor abban az évben megduplázódott a user szám. Aztán Irimiás Balázsot, lehet, hogy ismeritek, aki ezt a csoma projektet csinálja, ő is kölcsönkérte, és így kicserélte az én prezentációban a fotókat az övére, és úgy mutatta be, tehát nem is változtatott az úton meg a formán, akkor már még 100%-kal nőtt, és aztán az történt szerencsé, hogy a Halácsi Péter, aki szintén kicsenes alapító volt, ő is látta, és azt mondta, hogy ő is akar így prezentálni, basszus, hogy látja, hogy milyen hatásos, de nagyon utálta és nagyon körülményes volt ez a módszere, hogy ezt csinálni kellett. Ez gyakorlatilag egy flash file volt, amiben itt cserélgettem a médiákat, meg egy-két buta script. Úgyhogy azt mondta, hogy hát csináljunk akkor egy egyszerű kis programot magunknak, mert ő is mint tanácsokat adott elő. És hát aztán így elkezdett a dolog begyorsulni, ezt Kitchenben is dolgoztunk rajta sokat. De amúgy a Kitchen koncepciót is kb. Így prezentáltuk a Telekomnak, tehát a dolog ott kapott kb. Nagy lendületet. Na mindegy, azt hiszem azt, most hol tart a prezi? 7,5 millió userünk van azokból az országokból. A pixelekben nem annyira látszik, ott van egy folt maradt a világon, ahonnan nincsen userünk. De én azt hiszem, hogy ott most nincs olyan boldog béke, meg ott is. De mindegy. És hogy ez, amikor utoljára adtam elő egy designer konferencián Firenzében, akkor pár hónapja, akkor ez a szám még csak 4 volt. Ez azt jelenti, hogy ez egy elég barátságos görbe, ahogy ez a dolog megy, úgyhogy ha jövőre találkozunk, akkor lehet, hogy egy nagyobb számot kell majd mondanom. Amúgy nyertünk is egy ilyen üzletemberes díjat a Deloitte-tól, a Kelet-Európa második leggyorsabban növekvő cége vagyunk, fiatal cégek közül. Az első az egy lengyel biotech cég. Úgyhogy a dolog ilyen elég sikeresnek tűnik ebből a szempontból is. És úgy tűnik, hogy a maga koncepció, amit láttok, hogy így kibe zoomolok és így prezentálok, az működik. Használják a TED-en, amúgy a TED-be is fektetett a prezibe, a TED.com. Rengeteg nem trendi fiatal designer használja. Ez nagyon fontos. Az olyan emberek, mint mi, mindenki kipróbálunk egy csomó mindent, mert szórakoztat az, hogy kipróbálhatunk egy csomó mindent. De amikor azt látjuk, hogy a bácsik használják, és iszonyú lelkes leveleket írnak, hogy milyen boldogak tőle, akkor azt érezzük, hogy itt túlléptünk azon, hogy ezt csak azért használják, mert új, hanem lehet, hogy azért használják, mert nekik valami értéket ad. És talán a legjobb az egészben, persze egy apukaként mondom ezt, az az, hogy szerte a világon kisgyerekek használják, oktatásban nagyon népszerű. Ez például Szingapúrban van, 6 évesek, az ottani számítás szerint, nem tudom ez mennyi, de gyakorlatilag ezt a valós idejű kollaborációtán van a preziben, ezt használják minden órán, és akkor az ottani tanár annyira boldog, ettől hogy csinált nekünk egy kis filmet erről. És ez egy nagyon vicces dolog, hogy azt látjuk, hogy a gyerekek egyből tudják használni a prezit. Felnőtteknél egy néha nehéz, tehát hogy így látszik, hogy nehéz így belejönni, főleg aki nem ilyen design hátterű, de a gyerekeknél ez ilyen puty. Úgyhogy ez egy nagy reménység nekünk. Van egy csomó könyv már a preziről, van egy nagyon, a legszebb az egy kórai könyv, gyönyörű. Ezeket nem mi írjuk, hanem így valahol egy ember, aki sikeres akar lenni a prezin keresztül, az írja ezeket a könyveket. És nemrég a CNBC-n, ami mindig a Indexen szoktak lenni szomorú hírek, hogy a CNBC-n az van, hogy Magyarország megint csődben ment, stb. Ez tényleg igaz, és tényleg szomorú, de kicsit szomorú voltam, hogy volt egy ilyen teljesen egy hatalmas hír arról, hogy a prezi milyen sikeres, és nem nagyon lett visszhangja Magyarországon. Na mindegy, és én lettem a Zoom profétája. Kicsit buta, de köszönöm. És hát igen, persze, hogyha már a TED befektetett, akkor könnyen ilyen idézeteket kérni a TED-től a prezihez. De amúgy, ha nem hinné el, azért nem adná hozzá a nevét. Na, még egy kicsi háttér dolog ez az egészhez, mert szerintem ez nem annyira egyértelmű, hogy mondhatjuk, hogy ja, hát igen, így kicsi meg nagy dolgok vannak, és hogy most mi ebben a pláne, ilyet bárki tud. Én azt hiszem, hogy az a dologban a... Azért működik viszonylag jól és viszonylag intuitíven egy nagyon széles közönségnek, akiknek nincs design hátterük, akik nem tanulták meg, hogy hogyan csinálnak layoutot, nem tudom, arányokat, nem gyakorolták ezt sose. Mert hogy valóban egy prezi így néz ki, hogy vannak benne kicsi meg nagy dolgok. De igazából azért, mert nagyon sokat zoomolunk ki be,
ez a dolog túlmutat azon, hogy ez, mintha ez egy poszter lenne. Szerintem sokkal inkább valami ilyesmire hasonlít, hogy vannak dolgok, amik közel vannak, meg távol, és ez a fajta mozgás, igazából matematikailag egy térben való mozgás, ha nem forgatod el a kamerát, pontosan ugyanígy néz ki. És ebben az a jó, ez kicsit ilyen csavarás, de van benne valami nagyon-nagyon jó, hogy ez egy nagyon egyszerű élmény, ez egy sokkal egyszerűbb élmény még annál is, mint ahogy egy magazin dekódolunk, így a balról jobbra európai kóddal, vagy a jobbról balra ázsiai kóddal, stb. Hogy ez nagyon hasonlít arra, hogy a térben mozgunk. És a dolog így sokkal, ilyen primérebben sokkal egyszerűbb élmény tud lenni. Persze még sokat kell dolgoznunk, hogy ez ide eljusson, de a dolog ígérete, magának a médiumnak az ígérete, az tényleg elég messze mutat szerencsére. Ezt most kicsit be is bizonyítom ilyen tudományos képekkel. Persze nem csak a dolgozunk a preziben azon, hogy a prezi jobb legyen, ezért rengeteg energiát költünk arra, hogy megértsük. Ez egy szemmozgás követő analízis, ez azt jelenti, hogy aminél pirosabb, annál többen néztek oda. Tehát mint egy ilyen heatmap a weboldalakon. És hát egy tipikus díja az általában így néz ki, hogy itt teljesen szétszorodik a figyelem, hiszen az információ nagyon szét van szórva. A tipikus prezim általában kevesebb információ van, és a mozgással kötöd össze, meg a kontextussal. De az emberek is sokkal figyelnek, mert akár intuitívan az van, hogy nem akarsz elesni. Tehát ha van egy mozgás, akkor sokkal jobban tudsz figyelni. Úgyhogy úgy látjuk, hogy ez szépen működik. Még ezt meg akartam mutatni, aztán mindjárt vége, és akkor lehet beszélgetni. Aki még nem tudja, szerintem ez a másik nagy ígérete ennek, hogy mivel egy tér, ezért mindig van benne még hely. Tehát mindig oda tudsz menni, és mindig tudsz bele még valamit rakni. És ezért nagyon-nagyon alkalmas erre, amit mi meg is csináltunk, hogy így egyszerre többen tudtok egy térben dolgozni. Egyszerre többen be tudtuk lépni egy ilyen zoomolos térbe, és azok látjátok egymást, mint ilyen kis színes emberek, tudjátok egymást követni, meg átfirkálni, amit a másik csinált. De hogy amúgy ez egy iszonyú nagy élmény, hogy így, és ezt persze lehet az interneten keresztül távolról, de amit igazából nagyon szeretek, hogy körbeülünk, egy szobában beszélgetünk, és közben a laptoppal az ölünkbe egyszerre dobáljuk be az információt, és egymás információját struktúráljuk. Kicsit olyan, én nagyon szeretek whiteboardon gondolkodni másokkal, de ez egy kicsit úgy marad, és nehéz átalakítani, meg mindig elfogy a hely, le kell törölni, és hogy ez így nagyon szépen megpördíti ezt a dolgot. Én nagyon sokat tanultam a kicsemben, a többiektől, meg az egész közösségtől, hogy milyen fontos egy olyan helyet csinálni, ahol tényleg jól érzik magukat az emberek, és hogy innentől egy nagyon kevés szabályt kell hozni ahhoz, hogy mindenki iszonyú termékeny legyen. És hogy sikerült azt hiszem ezt a preziben is létrehoznunk, hogy egyrészt van egy tök jó nemzetközi csapatunk, Chiléből is, meg a francia, Karib-szigetekről is jöttek dizájnerek. Itt vannak Budapesten, tökre szeretik Budapestet. Amúgy főleg, nem tudom most mennyien vagyunk, olyan 60-an, főleg dizájnerek és kóderek a legtöbb a csapatban, meg valamennyi marketing is. De hogy az egész arról szól, hogy egy olyan közösséget, egy olyan önmotivált közösséget hozzunk létre, ahol a iroda is vicces és szép, és tele van zölddel, hogy azt a HG-n is lehetett látni. Meg mindenki azért csinálja, mert nagyon élvezés, nagyon szereti. És innentől például nagyon viszonylag kötetlen a munkaidő, meg mindent elég nyitottan tudunk tartani, mert egy csomó csodálatos ember jött oda, aki tényleg minden erejét beleadja, hogy ez a dolog sokkal jobb legyen. Ennyit szerettem volna nektek elmesélni, remélem megérte ezt a sok áldogálást ott a hátsó sorban, legalább valamennyi embernek. Úgyhogy köszönöm, és akkor lehet kérdezni nem sokára. Gyakornokod? Nem, nincsenek ilyen kategóriák, hogy gyakornok vagy nem. Vannak nálunk olyanok, akik még nem diplomáztak, de az nagyon fontos, hogy nagyon ügyes legyen az ember, és belülről motivált. Tehát azért nem veszünk fel, hogy itt váljon motiváltá, de sokan vannak, akik tök ügyesek, és még messze vannak a diplomától. Ez talán ez egy igen. A Prezió kezdeményezésről szólnál? Az egy, igazából ez egy kísérlet, még kicsit így éppen most raktuk ki, és nagyon korai, de kb. Arról szól, hogy rengeteg a világ legtöbb nagy egyetemén használjuk a prezit, rengeteg középiskolában. És hogy hát kicsit segítsük ezt a közösséget, hogy a tananyagot megosszák, átadják. Nem olyan ügyes, mint az Apple-nek a... De hát így most kezdtük, és az látszik, hogy igény van rá, mert a tanárok így a blogjukon megosztják, kirakják. Amúgy a prezik olyanok, hogy alapból ilyen reusable licenszel van kirakva, tehát bárki preziét le tudod másolni, és te is újra tudod hasznosítani, hogyha ezt meg nem tiltják. Úgyhogy ezt a közösséget szeretnénk bepörgetni, hogy jobban menjen a tanulás és az oktatás a prezi segítségével. És a diákok is itt rétingezhetik az óraanyagokat, stb.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a gyerekeknek hogyan mutatjátok be a szoftvert, illetve hogyan vezetitek be, ugye mutattad a szingapúri esetet? Hát nem mi szoktuk, hanem általános iskolai tanárok, de hát kb. Úgy, hogy itt van. Inkább a tananyag, tehát azt kérdezem. Valamit mutattok nektek, hogy, tehát, hogy vonzóvá teszitek a számokat. Nem, igen. Tehát, hogy kb. Az van, hogy a tanár bemutatja valamilyen témát, preziben bemutat nekik mondjuk a bálnákról, hogy azok nagyok, és lehet bezúmolni, meg kizúmolni, hogy mégis milyen nagyok. De aztán a gyerekek megkapják házi feladatnak, hogy csináltok egy prezit a szöcskéről, az meg nagyon ugrik, és így másnapra megcsinálják. Tehát kb. Ez a modell. És ez azért vicces, hogy hadd mondjak még egy ilyen cégtulajdonosi boldogságot, hogy nagyon sokat halljuk fizetős üzletügyfelünktől, hogy a gyerekük mutatta meg nekik a prezit. És így lepadlóztak otthon, hogy ő ennyivel ügyesebb nálam, és akkor elkezdték használni. Pontosan ezért kérdezem, tehát, hogy a kezelő felett, tehát a gyerekek nagyon gyorsan megtanulják. Igen. És megtanítják a szülőknek. Szia, nekem is lenne egy kérdésem. A hetekben olvastam, hogy egy rakáspénzt kaptatok egy pénzügyi befektetőtől, hogy honnan lehet ilyen befektetőt szerezni? Bekopogatózzátok, vagy ti kerestétek föl esetleg, ő is használta a prezit, és rájött, hogy ez egy hát. Két venture, a venture capital, a kockázati befektető, azok olyan cégek, akik abban profik, hogy fiatal kockázatos vállalkozásoknak adnak pénzt, általában összegyűjtenek pénzt nyugdíjalapoktól, stb. Nem mindegy, nem a saját pénzüket, de beprofik. És kettő ilyenünk van, az egyik egy dán, az úgy történt, hogy írtak egy e-mailt, hogy hello srácok, van már befektetőtök? De ez azért volt, mert akkor a prezi már elkezdett terjedni, a Twitteren sokan beszéltek róla, tehát ezek az emberek például nézik a Twittert, hogy mi az, amiről beszélnek az emberek, van egy új termék. És már volt, több ilyen ajánlatot kaptunk, de ez a Dán volt az első, akinél úgy láttuk, hogy emberileg tök jó. Ez nagyon fontos dolog, a befektető az nem a pénzt adja, hanem egy partner lesz, egy társ lesz, és ha nem bízol benne meg teljesen, nem érzed úgy, hogy de jót csináljuk együtt, akkor elrontod vele az egész projektet. És ott például a jogászok az egy punk rock dobos volt, nem tudom, úgy éreztük, hogy tök jó lesz, dánok, gyertek, és nagyon bevált, nagyon okosak, és sokat segítenek. És a második, ami most volt, ez az Excel Ventures, aki a Dropbox, Facebook, tehát az első három befektető között van a világon. Ez hosszú munka, tehát hogy ez a, úgy hívják Amerikában, hogy top tier, hogy egy ilyen befektetést kapjunk, ez inkább a cégnek a presztízsét nagyon-nagyon megnöveli, főleg Amerikában. És hát ezen sokat kell beszélgetni ezekkel az emberekkel. Ők is figyelnek rá, te is figyelsz rájuk, ez másokkal inkább egy év komoly munkája, azt hiszem. Sikerült válaszolnom? Igen, azt hiszem, köszönöm. Még azt szeretném kérdezni, hogy amikor regisztráltam, én előfizetéses csomagba a középsőben, már nem emlékszem mi a neve, az 59 dollárost használom, és egyből elgondolkodtam azon, hogy a 7,5 millióból vajon hány fizetős ügyfeled van, és hogyha ez nem titok, akkor megmondhatod-e? Illetve hány százaléka az olcsóbbik, hány százaléka a drágábbik? Titok. Sajnálom, ezek nagyon fontos tény. De egy dolgot el szoktunk mondani, hogy a prezi, amióta elindult, cash flow pozitív, ami azt jelenti, hogy pozitív fizetési mérleg. Bocsánat. Hogy igen, nem azért kellett a befektető, mert baj van, hanem azért, mert minden jó. Említetted, hogy nagyon gyorsan terjeszkedik a cég, és nagyon hamar nagyon népszerű lett. És milyen stratégiával terjeszkedtek, vagy más országokban is nyitok irodát, és milyen szakemberekkel dolgoztak együtt? Amerika van egy irodánk San Franciscóban, meg egy Budapesten, és ez egyelőre elég is, mert ez a piac, amit Amerikában prosumernek hívnak, ez a professional consumernek hívják, tehát hogy fogyasztók vagyunk, de a munkához használjuk ezeket a viszonylag aránylag olcsó dolgokat, tehát nem annyiba kerül, mint egy iszonyú drága szoftver. Ennek Amerika a legerősebb része. Tehát ha ott sikeresek vagyunk, akkor könnyebb. Ezért Amerikában nagyon hamar megnyitottuk az irodát, mert tudtuk, hogy ha ott nem sikeres, akkor hiába vagyunk sikeresek Európában, akkor veszíteni fogunk egy pár év után. A terjeszkedés az nagyon egyszerű, mert van nálunk marketing, de a legfontosabb feladat az a community management, twitterelés. Mert hogy az történik, basszus, hogy ez nem azért, mert ez divatos, hogy ez virális, de hát ez tök virális, mert prezentálnak az emberek prezivel, és a közönség meg megkérdezi, hogy ezt hogy csináltad. És nagyon boldog az előadó, mert akitől kérdeznek, az a sikeres előadó, sokszor van, hogy nem kérdeznek semmit, és ez ilyen rossz érzés. Még ha csak azt kérdezik, hogy mivel csináltad, az is jó érzés, és tök büszkén elmondja, hogy jaj, a prezivel is de jó volt. Akkor is, ha egy két órát szenvedett, mire összevegte. Tehát, hogy kb. Ez történik. És ez a világon mindenhol működik. Még Nepálban is van fizető ügyfelünk. Köszönöm szépen az előző kérdésre, hol lehet ilyen kockázati tőkebefektetőt találni.
Hát egyrészt én magam is egy ilyen cégnek dolgozom, tehát vannak két lábon járó emberek. Másrészt pedig van egy hvca.hu, a Magyar Kockázati Tőkebefektetők Egyesületének a honlapja. Van egy evca.org, ami az Európai Kockázati Tőkebefektetőknek a honlapja. És van egy nvca.com, ami pedig az Egyesült Államok Tőkebefektetőinek a honlapja. Köszönöm. Hogyha ez nem volt a reklámhelye. Mennyire foglaljátok írásba a szerződés sejteket egymással cégszinten? Tehát munkaszerződések persze vannak van, a cégben. Minden. Erre van egy jó tanácsom. Ez még nagyon az elején volt, még nem volt, még a úgynevezett angyalkör se volt meg, ami az első nagyon kevés pénz, hogy egy pár hónapig így elinduljon a dolog. Akkor valaki, aki amúgy nem akart pénzt venni, adott egy tanácsot, hogy srácok, tudom, hogy Magyarországon minden ilyen kicsit szürke, mert az sokkal olcsóbb, de ez egy nagyon nagy hiba, mert amikor jön egy venture capital cég, az első dolga lesz, hogy nagyon durvan átvilágít, mert ha bármilyen problémát lát, az neki rizikó, hogy ott megbüntetik a saját hazájába, például Amerikában, de nagyon komolyan veszik a transzparenciát és az őszintességet, akármit gondol. Ez egy nagyon transzparens ország az üzleti világban. Úgyhogy drágább, de mindent transzparensen, legálisan kell csinálni, különben nem fogtuk tudni megnőni. És ezt így szokták is mondani az üzleti világban, hogy ez egy nagyon nehéz dolog a magyar piacon, hogy sok cég trükközik, hogy megéljen, ezzel gyakorlatilag leblokkolja a növekedés esélyét, mert nem fog jönni, ha jön egy befektető, azt mondja, hogy ja, itt meg tudom égetni a kezem. Úgyhogy minden nagyon-nagyon-nagyon tiszta, legális, papíros, ettől még fair és nyitott, és, de hogy transzparens a világ jog szerint. Én azt mondom, hogy vannak-e exit klónok, de igen. És tudtok, vagy hogy tudtok az új belépőkkel? Az az igazság, hogy két dolog szokott felmerülni, hogy így jönnek, másolják, meg mi van, hogyha a Google egyszer csak úgy dönt, hogy a Google Presentation az kicsit béna, és beállít 1000 millió programozott. Ezt így szokták mondani az emberek. És azt szerintem a legjobb példa erre, hogy amikor az ember tárgyal ezekkel a kockázati befektetőkkel, ugye azért elég sok pénzről van szó, ők nem, ők nézik, hogy a számok, meg a termék, de igazából azt nézik, hogy a csapat, hogy ezek a srácok, meg a lányok mit tudnak, és mennyire értik a dolgokat. Mert ez a legnagyobb érték, mert az, hogy ezt, hogy én 10 éve így prezentálok, és az, hogy nem tudom, 4 éve egyre többen vagyunk, akik ezen agyalunk, hogy hogy lehet hatékonyabbá, egyszerűbbé, jobbá tenni ezt a 2,5-es prezentációt, ezt nagyon nehéz lemásolni. Van egy csomó klón, nagyon sikertelenek, így nem is, senki sem említi meg őket. Amerikában már, hogyha bármi zoomon, azt szokták mondani, hogy ilyen prezi-szerű. Tehát így kezdjük ezt a fogalmat, így, mint hogy a Google elkezdte a keresést elfoglalni. És hát azt se feledjük, hogy a Google, akiről mindenki azt gondolja, hogy a világ egyik legügyesebb cége, milyen béna volt, amikor megpróbálta a Twittert lemásolni, a Buzzzal, a Facebookot, a Google Plus-szal. Tehát, hogy ezek nem könnyű dolgok. Attól, hogy van erőforrás, még nagyon nehéz a dolgot csinálni. Úgyhogy egyetlen dolgot tehetünk mi, és ezen a piacon ez a legtipikusabb, hogy amilyen ahogy csak tudunk, megpróbálunk okosak lenni, és a legfontosabb dolgokat a leggyorsabban piacra vinni, fejleszteni, jobbá tenni a terméket. Mert ha jobb, akkor ezt fogják használni, akárhány klónk van. És ezért van, hogy nálunk a kimagaslóan magas a dizájnerek aránya a cégben, mert folyamatosan dolgozunk azon, hogy jobb legyen. De tipikusan az szokott lenni egy IT cég, hogy van egy dizájner és 80 fejlesztő, nálunk így kb. 1:2, 1:3 az arány. Igen? Köszönöm. Az most már világos így az előző kérdések alapján, hogy a későbbi fázisokban a tőkebevonás az hogy történik, de nekem az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen kreatív startup esetén, ami ti is voltatok, a kezdeti fázis, amikor már túl vagytok azon, hogy megvan az ötlet, így a fejlesztőknek tetszik, a haveroknak tetszik, így a legelső fázis, ahogy elindultok, nyilván kell valami pénz, amiből utána lehet az első nagyobb beruházásokat tenni. Igen. Hogy ez ott milyen nehézségeitek voltak, meg mi a tapasztalatok? Mi szerencsések voltunk. Tipikusan ekkor vannak ezek a angyalbefektetők, úgy hívják őket, hogy ad neked pár milliót, így nem biztos benne, hogy lesz belőle valami, de nekik olyan sok van, hogy nem fel, és hát, ha kap érte egy pár százalékot. Vagy Amerikában ez a híres FFF, a barátok, a ostobák és a család, Friends for Family, akár csomó pénzt vesztenek azon, hogy jön a kis srác, hogy akarok egy izét nyitni, egy lemonádé standot. De hogy nálunk az volt a szerencsénk, hogy az elején, mivel ez egy elég sajátos dolog volt, egyszerűen egyesével árultuk a preziket. Hogy így volt egy, na, bazin egy rendezvény, sok ezer nézővel, és prezében megcsináltuk a vizuális anyagot az előadónak. És ezért elkértünk
másfél millió forintot. És ebből egy párat megcsináltam, ez pont elég. Sosem akartuk ezt csinálni, hogy egy ilyen cég legyünk, mert tudtuk, hogy ez nem skálázható. De arra elég volt, hogy így az első hónapokon, amíg megjelent az érdeklődő tőke, amíg a termékesedett a dolog, addig így túléljünk kb. És ezt, akkor ezt jól értem, hogy végülis az ilyen különböző social media fórumok, mint Twitter, meg hasonlók, azok nektek nagyot segítettek. Így ez nagyon fontos. Ez a, mondja, ez, lehet, hogy nem mindenki tudja, Twitter ez a piackutatók álma, hogy nem volt szinte, szomorak voltak. Hogy tényleg ott azt látod, hogy ilyen igazi userek tök hitelesen és őszintén kitöltenek piackutató kérdéseket, csak ők nem tudják, hogy elmondják, hogy ú, de prezi, jaj, de jó. Tehát amikor még nagyon alfa volt, akkor is jöttek az early adopterök, és így mondták, hogy love at first use. Ezt aztán sokat használtuk, mint idézet. Ezt egy amerikai nő mondta egy középkorúnak. És ezek nagyon fontosak, mert ez nagyon hamar validálja, és ahogy mondtam, a venture capital cég meg ezt nézi meg először, hogy mit, tehát, hogy van-e igényre, szeretik-e az embereknek. Ez egy nagyon-nagyon jó, pontos eszköz ezt látni. Van tovább, vagy megmarad a prezident egyszerű prezentáció? Aha. Hogy mi lesz a jövőben, ezt nem tudom pontosan, sok tervünk van. Azt hiszem, ami fontos, én mindent a prezibe gondolkodok, mert tök hatékony, tehát nekem ez ilyen mind mapping toolnak is jobb, mint a hagyományos mind map, mert tudom könnyen rendezni, meg nem tudom, projekteket preziben evaluálunk, osztunk meg, pontozunk, áthúzzuk pirossal a weboldal sarkát, hogy az rossz. Tehát csomó mindenre használjuk. De azt hiszem, van egy olyan dolog, hogy Magyarországból nézve a prezi az jaj, de sikeres, és jaj, hát mit lehet itt még tenni? Amerikából nézve 7,5 millió user az egy ígéretes jövőbeni projekt. Tehát, hogy ha meggondolod, hogy hányan prezentálnak, az nagyon sok ember, hányan használnak számítógépet és kommunikálnak, mint tudom, 1,5 milliárd. Tehát itt tök messze van ennek a dolognak a vége. És az, hogy mi a prezentációra fókuszálunk, az két dolog miatt fontos. Nekünk egy fókuszt ad, tehát, hogy inkább azt csináljuk, hogy tudjon kevesebbet, de azt egyre jobban, mint hogy így elindulunk és így szétágazunk. A másik meg, hogy a prezentáció egy csomó embernek egy nagyon fontos dolog. Tehát csomó ember figyel, stresszelsz, rossz kell, izgulsz. Nagyon, nagyon fontos, hogy jól sikerüljön, esetleg a munkádat megkapod, vagy elveszted, ha jól vagy rosszul sikerül. Ezért hajlandók az emberek egy picit többet megtenni, hogy valami újat kipróbáljanak a siker reményében. Tehát mondjuk egy ilyen thinking tool, vagy böngésző, vagy akármit, de sok mindent ki lehet találni, ott azért nagyon nehéz ez a küszöb, mert így nagyon kicsi a gain. Nagyon kevés embernek, aki nagyon geek, az lehet, hogy egy ilyen file browsernek örülne, van is amúgy ilyen zoomos file browser. De a prezentáció az olyan, hogy azért szívesen megizzadsz és megdolgozol. Úgyhogy ez nekünk egy elég szerencsés stratégia, hogy ezen belül népszerűsítjük a 2,5D-s gondolkodást és kommunikációt. Azt szeretném kérdezni, hogy te nagyon nyitottnak látszol, és mégis a számok és a gazdasági vonatkozásokban meglehetősen zárkózott vagy. Igen. Miért van ez? Ezek nagyon fontos stratégiai információk. Ezt nem szeretném elmondani, mert ha valaki olyan tudja meg, aki esetleg konkurensünk akar lenni, vagy az sokkal többet tud meg rólunk, mint amit mi most szeretnénk. Mindenben nyitott vagyok, amivel tudlak titeket segíteni a munkánkban, de vannak a cégnek olyan információi, ami veszélyes lehet, hogyha kikerül. Olyan előnybe hozhatja a leendő vagy jelenlegi konkurenciát, amit nem szeretnénk. Tehát ez olyan, hogy nyitottságot, ezt így nekem kell eldönteni, hogy mi az, amivel segítek, és mi az, amivel már magamnak árthatok, és valahogy be kell lőni az arányt. Említetted, hogy körülbelül kétszer annyi designer dolgozik nálatok, mint programozó. És nem, igen, sok. Hát sok designer, az a fele. Lényeg. És mik azok a fő szempontok, amik alapján ti designert választotok? Mert elég sok ember dolgozik esztétikusan. Tehát. Igen. Az egyik, van egy pár. Az, hogy olyan legyen a kultúrája, hogy nagyon boldogan gondolkodik együtt másokkal, nem csak designerekkel. Elfogadjon jó ötleteket programozótól, akárkitől, adminisztratív emberektől, tök mindegy. Tehát, hogy legyen egy nagyon nyitott személyiség, és boldogan ismerje be, hogyha rossz az ötlete. Ez nagyon sok dizájner, nagyon büszke és nehéz. Például van a Bill Buxtonnak van ez a szép könyv, az a címe, hogy felhasználja élmények prototipizálása, hogy egy híres interakciótervező dizájner, és azt írja benne, hogy minden ötlet csak annyira jó, amennyire az az ötlet jó, ami majd lecserél élmény egy jobb ötlet. Ez kicsit bonyolult, de hogy kevéről szól, hogy minden ötletnél lesz jobb ötlet, és ha jó az ötleted, akkor legyél boldog, mert valaki jön és mond egy jobbat. És ha jó volt, akkor inspiráltad őt arra, hogy jobbat mondjon. Tehát ez a fajta kultúra. Igen, egy nagyon nyitott csapatmunka. A második, hogy mi rengeteget
rengeteget, és Magyarországon ez nagyon szokatlan, rengeteget tesztelünk igazi emberekkel. Vannak ilyen tudósok nálunk, szociológus vagy pszichológusok, mérnök, akiknek az a munkája, hogy hogy lehet minél pontosabban egy új embernek odaadod a terméket, tervedet, a dizájnt vagy egy prototípust, és megnézed, hogy hogyan reagál, tudja használni, mennyire könnyed az élmény. És bizony, ez egy ilyen durva giotén a dizájn fölött, hogy ha azt látjuk, hogy rossz, akkor ott az rossz ötlet, és nem lehet azt mondani, hogy a user hülye, a user. Ez egy nagyon, sajnos nagyon gyakori a dizájnra azt mondja, hogy, hogy az emberek nem elég okosak, mert nem értik azt, amit én kitaláltam. Tehát sajnos nekünk az a feladatunk, hogy olyan könnyed és vidám legyen, ami így magától megy, sőt, annál több is élményt nyújtson, boldog legyél tőle. Ezt viszont vicces módon lehet mérni. Oda lehet hívni embereket, és megnézni, hogy reagálnak. Tehát olyan embereket keresünk, akik erre a fajta feedbackre is nyitottak. Tehát kb. Ügyes-okos, olyan motivált csapatmunkában dolgozni vágyó és flexibilis embereket. Ja, az üzleti modellel kapcsolatban igen. Szeretnék kérdezni. Javíts ki, ha tévedek, de alapvetően azt gondolom, hogy kétfajta usertől van bevételetek. Az egyik a hagyományos user, aki egy idő után ugye használja az ingyenes verziót, de azt gondolja, hogy jó, most használta, fizet érte inkább, mert fair vagy akármi. És a másik pedig, aki szeretné nem megosztani a prezéjét, egyfajta confidentiality-t vár el, akár cégszinten is elkezdik használni. Hogyan tudjátok ezt, mivel hogy ugye interneten van, tehát a felhőben van maga a prezentáció, hogyan tudjátok ezt biztosítani mondjuk egy nagyobb cég számára, akit érdekel az, hogy ez valóban confidential maradjon? Hát ez két dolog van. Egyik, hogy van egy ilyen teljesen offline termékünk, ami egyáltalán nincs a felhőben. Általában akiknek nagyon, nagyon fontos a titkosság, vagy nagyon szigorú ilyen céges politikájuk van, hogy minden legyen titkos, azok ezt használják és sose használják a felhő szolgáltatásunkat. A másik, hogy egyre több cég használ komoly nagy cégek titkos adatokkal felhő szolgáltatásokat, mert nagyon költséghatékony, és elkezdenek ezek a cégek ilyen úgynevezett ilyen mindenféle policy-kat nyilvánosra tenni, hogy mi hogyan biztosítjuk az adatoknak a ellophatatlanságát, hogy nálunk a dolgozók nem nézhetik meg, stb. És ezek így fejlődnek egyre publikusabbak. Tehát akkor aláírtok valamit kölcsönösen adott esetben? Hát a felhasználói szerződéshez tartozik egy olyan függelék, amiben le van írva, hogy a preziben ezt mi így kezeljük. És ez ugye egyre bonyolultabb, tehát mi még nem érjük el azt a szintet, amit a legdurvább cég elvárna, de már túléptük azt a szintet, ami egy ilyen közepesen titkolózó cég elvár. Köszönöm az újabb lehetőséget. Eszembe jutott itt, amikor a klónokról beszéltél, hogy ez kiküszöbölhető, hogyha esetleg levéthető ez a technika, amit te alkalmazol, és világszinten akkor ezek szerint, hogy csóválod a fejed, nem védhető le. Hát, ezt nem tudtuk mi sem az elején, amúgy én ugye ebből a hekkelős, nyitott kultúrába jövök, egy kicsit mindig féltem ettől, hogy most védjük le a dupla klikket, mi is. De amúgy lehet, hogy le kell, van olyan, mert egy szabadalmat beadtunk. De ami igazából érdekes, hogy az elején az egyik tanácsadónk, az a Jack Dorsey volt, aki a Twitter egyik alapítója, és vele beszélgettünk erről, hogy srácok, ti hogy csináljátok. És azt mondták, hogy ez egy olyan gyors piac, hogy semmi értelme. Egyszerűen legyél gyors és ügyesebb, mert mire elbírálják a pétentedet, már itt senkit sem fog érdekelni. Tehát 2-3 év, mire így minden így rendbe jön, addigra már mi volt 2-3 év múlva, nem is tudjuk, még Facebook se volt, ugye 2-3 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez egy olyan gyorsan működő dolog, hogy ez nem számít, és vicces módon ezt azt hiszem azért igaz, mert a nagyon komoly befektetőnk sem izgult emiatt. És kicsit nehéz is, mert én általános ötletet nem lehet levédeni, egy nagyon tipikus részmegoldást pedig le lehet, azt meg ki lehet trükközni. És a pétentek inkább arra valók, hogy akinek 20 000 pétentje van, meg akinek 25 000, Samsung meg az Apple, azok háborúzzanak, hogy itt van 10, ami egy kicsit olyan, mint a tiéd, itt van 20, és akkor így megegyeznek, hogy mégsem blokkolják egymást. Tehát nagyon kevés van a mi léptékű innovációnkhoz, legalábbis ezen a piacon a szabadalmaknak. És még valami, a számokról már érzem, hogy nem beszélsz, de a stratégiáról a jövőben, hogy hova fejlődhet a prezi, azt lehet, hogy nem hallottam, de mintha nem beszéltél volna arról sem. Lehet arról kérdezni, eladod a céget, vagy addig ülsz ott, ameddig hatalmas nem lesz, és ilyesmi gondolatok jutottak eszembe, hogy meddig lehet ezt csinálni, és meddig lehet bírni? Aha, értem. Kell. Nem. Én azt hiszem, hogy ami tök igaz, hogy én a prezi előtt is egy nagyon-nagyon boldog ember voltam. Tényleg. Ez a sok installáció amúgy vicces módon egy csomó pénzt is fizettek érte, főleg külföldön. Tehát nem volt az, hogy jaj, nekem most muszáj valamit csinálnom, hogy végre gazdag legyek. És az az igazság, hogy mi ezt azért kezdtük el a Halácsival, meg a Árvai Péterrel aztán, mert hiszünk abban, hogy
így összerakni a gondolataidat, és így elmesélni, az jobb. És hogy ha ez igaz, akkor egy csomó embernek tudunk segíteni, akiknek el kell mondani egymásnak a gondolataikat. És én azt hiszem, hogy ez egy elég fontos dolog, egy csomó vitát talán meg lehetne oldani, kicsit jobban működni, legalább ez a pici része az emberi kommunikációnak, hogy könnyebb meg tényleg egy ábrán, ahol vannak relációk, tényleg könnyebb megérteni dolgokat. És sokszor az emberek azért mennek el akár a tetlegességig egymás ellen, mert így nem tudják egymás helyzetébe képzelni magukat, nem tudják egy másik perspektívába látni ugyanazt a problémát. Tehát minket az motivál, hogy a Prezit használja az a 1,5 milliárd ember, aki számítógépezni fog egy pár év múlva. Hogy ennek mi a legjobb eszköze? Szerintünk jelenleg az, hogy mi növesztjük a Prezit, mert mi pontosan tudjuk, hogy mi kell ehhez. Nagyon rizikos dolog, ha mondjuk jön egy nagy cég, és azt mondja, hogy megveszlek. Az ilyen típusú akvizícióknak a fele az el szokott bukni, mert így kultúrák nem kompatibilisek hirtelen, ilyen nem tudom milyen szabály szerint kell dolgozzunk, mert a nagy cég azt várja. Tehát ez egy nagyon nagy rizikó is amúgy, ha az ember beszáll egy nagy cég mellé. Egyelőre azt gondoljuk, hogy nekünk ez a legjobb út, de hát nem tudom, hogy mi lesz a jövő. Vallomást, hogy boldog ember vagy, és hogy boldog ember voltál már akkor is, amikor először használtad a Prezit. Számomra is az sugárzik, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott, pozitív személyiség vagy, amire ma Magyarországon azt gondolom, hogy mindenki hihetetlenül, hogy mondjam, éhes, hogy ilyen emberekkel találkozzon. Te hogy érzed, hogy a cég sikeréhez mennyiben járul hozzá egy ilyen személyiség? Nagyon, és nem csak én vagyok ilyen, tehát szerintem a Preziben... Igen, tehát ez az, ami kicsit homályos dolog, és mindenféle tréningeken a cégkultúra, nem tudom. Így rosszul hangzik, de igazából az, hogy mi az a kultúra, olyan szinten kultúra, hogy az emberi kultúránk, ahogy moziba járunk, ahogy otthon viselkedünk, hogy ez milyen a munkakörnyezetedben, hogy mennyire vagy ott energizált, hogy mennyire tudod tényleg megoldani a feladatokat, és nem pedig azon agyalni, hogy politizálsz a többi kollégád ellen mellett, félsz, utálod. Ez éges föld, ettől így az ember vagy, nem tudom, 100%-osan dolgozik, vagy őt. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És igen, azt hiszem ez a válasz, hogy ez tényleg elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres legyen. Ezen dolgozni is kell, tehát mi ezen tudatosan is foglalkozunk, hogy ez jó legyen, és próbáljuk mérni, feedbacket kapunk az emberektől egymásról minden, hogy minden jobban működjön, tehát ez nem csak úgy magától van, de hogy igen, én a kultúra erejében nagyon hiszek, hiszen a kultúrából jövök. Hello. Szia. Szia, Krisztián. Köszönöm, hogy köszönöm.